újabb lépéséhez érkezett az évek óta tartó szisztematikus fejlesztés a kormányablakok tekintetében. A megyénkben már 20 ablak működik, Nyíregyházán most a harmadik nyílt. Ennek célja, hogy minél közelebb hozza a hivatalokat az emberekhez, akik így rengeteg időt és pénzt spórolhatnak meg. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a tavalyi éven több mint 800 ezer ügyet intéztek a megyében elő állampolgárok, ebből 250 ezernél is többet Nyíregyházán. Tehát azt lehet elmondani, hogy leterheltség szempontjából Nyíregyháza az egyik leginkább leterheltebb a megyében, ezért ez az új kormányablak, amit megnyílott, azért is nagyon fontos, mert ezt a terheltséget is tudja csökkenteni. Én bízom benne, hogy nem csak nyíregyháziak, hanem a környéken élők is, akik a vonaton közlekednek, hamar fel fogják fedezni ezt a helyet. A MÁV-val közösen újonnan kialakított projektben a helyszínt a vasút adja, de az ott dolgozókat, vagyis a szakmai hátteret a nyíregyházi járási hivatal biztosítja. 2012-ben kezdődött a projekt, még a közlekedési operatív program keretében. Akkor az előkészítési munkákat végeztük el, tanulmányok, tervek készültek, majd a tervek jóvágyása után került sor a kivitelezésre. A kivitelezésben már elég szép állapot van, elkészült Pécs állomás, Kaposvár, elkészült Vác állomás, elkészült Füzesabony, nyugatiban is átadtuk egy nagyon szép műemléki jellegű kormányablakot, a nyugati pályaudvar volt Ceglidi várójában, keleti pályaudvar, holnap után következik Cegléd állomás, majd pedig Miskolc, illetve azt követően zárjuk Győrrel, Békés Csabával a sort. A projektsorozat nem csak országos szinten folytatódik. A tervek szerint hamarosan mobil kormányablakok is a lakosság rendelkezésére állnak majd.